Na, amint látjátok, már itthon vagyok az utazásból, csak azt szerettem volna elmondani, hogy ha jobban érdekel titeket ez az út részletesebben, akkor Instán nagyon sok képet megosztottam erről, nagyon sok sztorit megosztottam erről, szóval, hogyha esetleg marad még bennetek egy kis kíváncsiság, akkor ajánlom az Instámat. Illetve, ha Instán meg leszünk 40 ezeren, akkor lesz egy hét, amikor 5 videó lesz egymás után. Úgyhogy ne felejtsetek el Instán is követni. Igen, kicsit meg vagyok zuhanva, ma van az első nap, hogy nem külföldön vagyok bárhol, hanem Magyarországon, és egész nap pihentem, ez lehet, hogy kicsit az ábrázatomon is látszik, de ez, így előzetesen elmondom akkor, hogy az egyik kedvenc utazásom volt ever, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek a videó, és sok puszi! Na jó reggelt kívánok! Itt vagyok Rómában, egyelőre fogalmam sincs, nem tudom, ez egy új kamera teljesen, szóval nem tudom, hogy milyen lehet a hang. Szóval ezt most kipróbálom, megnézem a laptopon, hogy milyen a hang, és hogyha jó, akkor ezzel a kamerával folytatom ennek a videónak a forgatását. Itt van velem Dóri. Hello! Egyébként értékelhetnéd is majd az outfitet, amit összerakom. Jó, oké. Okay. Ugyanis a mai... Jó, azt még nem mondom el, mert nem tudom, milyen a hang. Még most én is benne vagyok rögtön. Ezen a héten arról fogok videózni, hogy milyen outfiteket fogok felvenni itt Rómában, ugyanis szerintem még aki azt mondja, hogy nem, abban is van egy pici szorongás a saját országában otthon öltözködni. Ez nem tudom miért van, de bennem mondjuk otthon nagyon sokszor így eszembe jut, hogy valamivel jól néznek ide, hogy ez már túl sok, és ezért nem veszem fel. Szóval most olyan outfiteket fogok felvenni a héten, amiket nem feltétlenül mernék otthon felvenni, mert mitől én túl extrák, vagy mindig van benne valami, ami miatt nem, vagy túl színes, vagy nem tudom. Viszont ez külföldön szerintem mindannyiunkban megváltozik, és átváltozunk egy nagyon furcsán öltözködő emberré. Úgyhogy a héten mindig felveszem az elkészülődésemet, ezért vagyok most egy macis pizsomában. A mai szetre van egy konkrét tervem, ma fog esni az eső? Ó, nem! Ugyanis ez fontos lesz a mai szett szempontjából. Ma, csak hogy kicsit így előre utaljak, ez a kockás téma lesz a fő hangulatban, vagy a fő eleme az outfitnek, azaz ez a kockás cucc lesz. Most megmutogatok mindent, hogy mit fogok felvenni, aztán megnézhetitek egybe. Ez a kockás táska lesz nálam fixen. Hogy csinálják TikTokon az ilyen felöltözősöket? Úgyhogy soha nem az, ami egy fixet mondanak, hanem mindig, hogy ez vagy ez, és akkor tudod, így megy ez a húzzavona vacilálás. Igen, de én fixen tudom, hogy miket fogok felvenni, mert pont úgy hoztam, hogy kész legyen egy szett. De nem tudod egy kicsit így, hogy amúgy még ez is egy opció. Nem, meg nem is akarom, mert ez nem igaz. Jó. Jaj, de most úgy fog tudni, hogy én ilyen fake hazugságra, hazugságra akarsz bírni. Beviszlek a rosszba. Nem, szimplán csak szám, akkor az ember jobban érzi azt, hogy ő is segített dönteni, nem értem, tudom miért. Értem. Ami ma rajtam lesz, az először is ez a kockás ilyen kis mellény. Ez a kockás táska. Rövid nadrágban leszek, mert nagyon jó idő van. Ez az ilyen kicsit kortbársony anyagú nadrág. És most jön az extra, amit otthon lehet, hogy nem mernék felvenni, de itt felmerek venni, mindjárt jövök. Ez a kockás zokni, és ezt fogom felvenni ezzel a papuccsal, ami ez a zokni papucs kombó nekem nagyon tetszik, mert nagyon régóta, viszont otthon a Váci utcában mondjuk én külföldieket látok, úgyhogy ezt hordják. Tehát ha bevennék az egyetemre így, az lehet kicsit fura lenne, tehát ezt valószínűleg nem menném fel otthon, de most kipróbálom, mert amúgy nekem nagyon-nagyon tetszik, meg nagyon jó idő van, úgyhogy igen. Fixen eleme lesz a szetnek ez a napszemüveg. És így lesz meg a szett. Most elkészülök, és utána láthatjuk az elkészült eredményt. Otthon nem próbáltam ki így előre, hogy ez hogy néz ki, szóval lehet, hogy szarul, és mondjuk nem hiszem, hogy átöltözök, de nézzük. Na végül ez lett így az outfit, a teljes. Nem tudom megmondani őszintén, hogy hogy érzek vele kapcsolatban. Jaj. Ciao cane, hogyha az olaszul akarod mondani. Ciao cane? És így azt hiszi annél, hogy neki köszönöm. Na, szóval ez a teljes outfit. Nem tudom, hogy érzek vele kapcsolatban, picit olyan lehet, hogy már túl-túl más, szóval lehet, hogy úgy, vagy te hogy érzed amúgy, mert
nem tudom, nem mindig jól tudom megítélni magam. Én is szeretem az extra szetteket, szóval szerintem jó. Szerintem még az is jó lenne, hogyha valami így megtörné ezt a fekete fehérséget, és valami, igen, nem tudom, valami pink, vagy valami. Olyan túl összerakott, szóval nekem az kb. Olyan butik hatása van, minden ilyen kockás. Nem tudom, a fejemben jól nézek, mondom, nem próbáltam el előre soha ezeket. Ja, egyébként még végül ezt a nyakláncot felvettem hozzá. Mondjuk, hogyha a táska az ilyen rikító pink lenne, nekem azt tökre tetszene. Hát igen, amúgy pont a izé jutott eszembe nekem, hogy amikor ezt beszéltük most, hogy ilyen neonzöld táska, vagy az nagyon tetszene. Jó, igazából első próbálkozás, nekem szerintem nem rossz, és most megyünk reggelizni. Nézzük meg, mit akar velem megetetni a dolgot. Szóval piadina, ilyen tortillaszerűség, és különböző feltétek vannak, beltétek vannak benne. Ez nekem nagyon tetszett, és nagyon tetszett a beltét humor. Reggel van. A macis pizsimben vagyok, aminek eddig nem láthattátok a nadrág részét. Zseniális. Tehát én ezt hívom úgy, hogy zseniális. Igen, fel fogunk öltözni ismét. Együtt. Na, itt vagyunk az utazásunk. Becsukom az ajtótokat, mert itt tök kínos beszélni. Itt vagyunk az utazásunk második reggelén. Ja, a tegnapi outfitről még röviden. Idegesített. Idegesített már a nap végére, szóval idegesített a sok kockás, és szerintem, hogyha nem lett, tehát a végén már én nem szerettem magamra nézni. De amúgy egyébként az elején jó volt, meg úgy tetszett, meg Instagram nagyon jó képet csináltam benne, de hogy nem. Valami nem volt jó. Én túl sok volt nekem. Ezért ma egy még több outfitet fogunk felvenni. Mutatom a darabjait. Ez a színes ing. Ez alá fogok venni egy fehér pólót. Az alsó rész az nem lesz más, mint ez a nadrág. Ez ilyen szaggatott típusú nadrág. És ez ilyen kis, hát nem háromnegyedes, vagy de, négyötödös. Ez a New Balance shoes, narancssárga a színekben, ugyanis az inkben is van narancssárga, de ezt majd az egybe outfitben meglátjátok. És... ó, igen. Ez hol is van? Egyébként azért vagyok ilyen ronda, mert tegnap, mármint, hogy nem vagyok ronda, de hogy ezt kikérem magamnak, de hogy azért vannak rajtam pattanások, mert tegnap hát ettem olyan dolgokat, amiket tudom, hogy pattanásom van, szóval erre kellene fókuszálni. Na, ez a nyaklánc lesz rajtam, mert ez eléggé színes. Mennek a színei az inkhez, és egy fehér zokni. Azt hiszem, hogy ennyi, ami rajtam lesz, és majd mindjárt meglátjátok egyben. Először is bemutatnám. Új barátommal fogjuk ismertetni a szettet. És ma nem Dóri értékelem, hanem sokkal professzionálisabb valami. Végül így alakult a mai szett, ami extra, hogy ez a napszöveg még tervben sem volt, amikor reggel összeállítottam ezt az outfitet, ugyanis ezt most vettük itt egy ilyen árustól, és mivel szerintem nagyon jól megy a szethez, ezért így gondoltam, hogy akkor megveszem, és Dóri segítségével ugyanis nem voltam euró készpénz, úgyhogy, és kártyával pedig az ilyen utcajárosoknál általában nem lehet fizetni. Úgyhogy ja, így nézek ki ma, és megmutatjuk a sirályokat. Ez nagyon durva. Persze. Szerintem, hogy olyan ez a két sirály. Hol vagyunk most? A Patriarhátus házában. A Patriarhátus házában vagyunk, ami azért épült, hogy Olaszország megmutassa, hogy mekkora birodalom, és igazából semmi célt nem szolgál annyira, ez csak így azért van, hogy... Mutatóba, hogy igen. És itt egy sirály, és ez azért durva, mert ott meg egy másik, és teljesen olyan, mint ezen a két helyen ilyen őr lenne ez a két sirály, és imádják a fotózzák. Szóval ez nagyon durva, hogy ezek a nagyobb, olyan kis peckesen állott. De igen, hogy ők ilyen exhibicionisták. Mert ez a másik is. Ez nagyon vicces. Ja, meg itt még ilyen a kilátás, még nem vagyunk a legtetején. Ott van az a nagy olasz zászló virágokból. Eddig, amíg ott mentünk lent, fel se tűnt, hogy ez az olasz. Nekem sem. Thank you.
összejöttünk Dorival egy parkba, ahol itt piknikeztünk, meg ebédeltünk, és nagyon jó. Ez nagyon jó volt most, nem? Mármint egy nagyon jó volt így csak ülni, így a természetben, itt egy tök szép fa. Ide jött hozzánk egy labrador. Papagájok vannak. Úgyhogy igen, ez most nagyon kellett. Csak így ilyen chilles, nem rohangálós pár. Mennyit voltunk itt? Egy órát? Egy óra. És mi sem alkalmasabb ennél arra, hogy Dóri értékelje az outfitemet. És látom, hogy nagyon szenved, hogy három szót összerakja az outfitemről, de erre most kíváncsi leszek. Picit azért adj bele többet, mint tegnap. Színes! A színpad a tiéd. Okay. Szóval, azt tetszik nekem nagyon, hogy a cipő és az inkben is van narancsárga, szóval így visszaköszönöm. Igen. Ez eddig tök jó. Jó, tudom, nem tudom, most valahogy nem tudom komolyan venni magam. Meg alapból tetszik, hogyha van egy póló, és akkor a nyitott ing, és az egész ilyen funky, meg... Hát azért ez eléggé az én stílusom, a póló és a nyitott ing szerintem. Igen. Meg a nyaklánc is jó. Szóval így az egész tök jó. Esetleg, ha valamit kritizálhatnál, akkor mi lenne az? Igen, ha valamit kritizálhatnék, akkor én nem annyira szeretem a nagyon szakadt, vagy tehát a nagyon durván szakadt nadrágokat, én inkább azt szeretem, amikor egy van, aha, kettő. Szóval az nem az én stílusom, aha, de ez nem azt jelenti, hogy nem jó. Jó. Nagyon szépen köszönöm. És ha értékeld a tegnapit egy pontban, és a mait is. 10-ből. Tegnapi 8,5. Igen. A mai meg 7,5. Rendben. Köszönöm szépen. Én amúgy a maiban jobban érzem magam, mint a tegnapiban. Igen? Aha. Van az utolsó estém Rómában, és Dóri éppen pakol, ugyanis holnap utazunk Lisszabonba, és múltkor is és most is szerettem volna egy ilyen egyedüli utat tartani, amikor egyedül végig sétálok Rómában, ugyanis amúgy nem tudom miért, de valamiért megszállottan kötődöm a Trevik út és környékéhez. Lehet, hogy egy előző életemben itt éltem? Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek. Leesett egy sárga dinnyém. Amúgy ez ilyen keretes szerkezet most, mert első este, amikor itt voltunk, akkor is eljöttünk a Trevik úthoz, és szerettem volna egy ilyen pohár sárga dinnyét, de nem volt nálam készpénz euró, és nem tudtam venni, és ezért váltottam készpénzt, és most tudok. Úgyhogy ami kimaradt, azt most bepótolom. Amúgy holnaptól szerintem rendesen fogok vlogolni, mert Lisszabonban még nem voltam, és szerintem az úgy izgi. Ja, és azt nem is mondtam, hogy konkrétan azért jöttem le inkább sétálni, mert az egy dolog, hogy azt mondom, hogy holnap indulunk, de az már ma van, és 2:50-kor kell elkezdenem készülődni, mert 3:50-kor indulunk a reptérre. Sárga dinnye. Igen, szóval hajnali 2:50-kor kell kelnem, úgyhogy nem tudom, hogy fogok egyáltalán aludni. De eljöttem inkább egyedül sétálni, hogy ez is meglegyen. Meg a Trevik úthoz mindig valamiért így visszavágyom, úgyhogy jó még újra és újra látni. Pedig amúgy nem szeretem az annyira olyan helyeket, ahol ilyen rengeteg turista van. És itt a rengetegnél is több turista van, de ezt szeretem. Úgyhogy én így búcsúzom Romától, holnap az outfit kiválasztásánál találkozunk, és amúgy meg találkozunk Lisszabonban. Bocsánat, hogy mesztelen vagyok. Remélem, hogy hallotok belőlem valamennyit. Egyébként fun fact, így hajnali 3 körül, hogy én nem tudok suttogni.
És ezt minden dolgozat közben, ahol beszélgetni akartam egy osztálytársammal, elmondta az osztálytársam, hogy maradjak kúsba, mert nem tudok suttogni. Mert én erről a hangról ez a suttogás. Folyton átértek erre a dörmögő hangra, szóval nem tudok sokáig suttogni, bocsánat. És most bocsánat az alvó emberektől. Ugyanis Dóri még nem kelt fel, viszont én nem tudok úgy elindulni, nem tudok úgy elindítani egy napot, hogy ne zuhanyozzak le, úgyhogy én előbb keltem. És zuhanyoztam, és most nem akartam visszavenni a pizsim, mert már nincs rá idő most. Láthatjátok a testem. Remélem a többi része nem tükröződik biztos, ahol, de mindegy. Megmutatom a mai outfitem is. Ne nézzétek a testem. Konkrétan 0,0 percet aludtam, ugyanis kb. Annyi időm lett volna összességében aludni, amennyi ideig szokott tartani az, hogy elaludjak. Tehát az ilyen forgolászás az ágyban, az kb. Nekem ilyen, mondjuk ilyen egy óra, másfél, és most ennyi időm lett volna aludni, úgyhogy nagyon jó lesz a mai nap. Let's go, Lisszabon! Szóval a mai outfitem, ez az ing, amit már egy vlogban egyszer mutattam, ezt nagyon szeretem, és valamiért Lisszabon jutott róla eszembe, de nem tudom, hogy miért. Ez alá veszek egy ilyen long fit pólót, ez ilyen hosszú. Ez az ilyen elegánsabb stílusú nadrág. Nadrág, ez egy ASMR. Na már alszol az ASMR-ra? Nem értem, hogy így hogy beszéltek most egy kamerához. Ez ilyenkor legális. Hajnali 3-kor? Ezt az oknit fogom felvenni, ami egy kicsit extra, mert ilyen sárga és piros csilik vannak rajta. Ez szerintem tök jól megy az inkhez, mert a fekete pártot szemes sárga ezen az ingen. És ami a legextrább, és ez változtatás, ugyanis otthon nem így terveztem el, az nem más, mint a cipő része, ugyanis tegnap vettem egy ilyen magasított szárú, meg magasított talpú Converse-t. Nagyon régóta szeretném ezt a cipőt, és tegnap így hirtelen felindulásból a Foot Locker-ben itt Rómában megvettem. Ezért különleges ez az outfit, mert ez a cipő bizony római cipő. Mármint nem olyan római, amit Julius Caesar hordott, hanem ami a római shopping street-en beszerezhető. Felöltözöm, és indulhat a nap. Egy kicsit várom, de egy kicsit pedig nem tudom elképzelni, hogy én hogy leszek fönt egy teljes napot úgy, hogy nem aludtam egész éjszaka. És amúgy hallottam, hogy Dóri kinyomta az ébresztőjét, úgyhogy lehet, hogy be kéne mennem szólni neki, hogy lassan ő is keljen fel. Álmos vagyok. Travel influencer tippek tőlem. Ilyet akkor is vigyetek magatokkal, hogyha utaztok, ne csak otthon, mert a kis állatotok szőre bárhová elér. Tehát az Ilona szőrét itt is ilyen öntapadós cuccal kell leszednem magamról. Ezt mindenképp vigyetek magatokkal utazásra is. 10 utazási trükk kezdőket. Amúgy képzeljétek el, hogy tegnap még este, amikor már nem jelentkeztem be, de a Trevik útnál voltam, azt mondtam, egy fiú megkérte egy lány kezét a Trevik útnál, és így az egész tömeg tapsolt. Egy kis részt felvettem belőle, de akkor már megtörtént minden, és akkor már csak így pont a végét, szóval amikor már így elhalkult a tömeg, de ez nagyon durva, jó élmény volt, kicsit el is érzékenyültem. Most kiegészítőket meg sem mutattam, de ez tipikusan egy olyan napszöveg, amit otthon nem feltétlen mindig mernék felvenni, meg van hozzá egy ilyen kis izé, meg amúgy még ezt a bogyós, ásványos karkötőmet vettem fel. Most azt gondolom, hogy így megnéztem magam a tükörbe, de majd ti is látjátok a teljes outfitet így napközben valamikor, amikor fel tudjuk venni, ilyen szép fényben az utcán, már Portugáliában, Lisszabonban. De mit akar? Ja, igen, hogy clickbait előre, hogy ez a kedvencem eddig egyértelműen. Kialudtad magad? Nyugodtan, nagyon fájnak van. Aludni fogok mindenhol a buszon, a repülőn, mindenhol. Oké. Annyira nem vagyok szerintem. Tényleg.
érdekes. Ez vágatlanul kerül ki. Olyan vagyok ezen a kamerában, hogy így járkálok a lakásban, mint egy ilyen apuka. Utazik a család. Oké, sikeresen becsekkoltunk, és Dóri ott maradt a csomagokkal. Leült egy helyre, én pedig felfedezem a reptéri shopokat, ez mindig a kedvenc dolgom, viszont ez egy elég kicsi reptér, szóval... De azért nézzünk körül mégiscsak, nem? Amúgy most tök magas vagyok, ezzel nem számoltam, hogy ez ennyit magasít. Kb. Amúgy szívesen lennék ilyen magas, amekkora ebben a cipőben vagyok. Very big kiszerelésű dolgok. Most nem tudom, mit kívánnék, de valamit úgy vennék, mert unatkozom. Ezt tudtátok, hogy ebben nem, ez nem egy nagy nyalóka, azt hiszem, vagyis igen, szinte biztos vagyok benne, hanem ez olyan, mintha már elmondtam volna egy vlogban, vagy lehet, hogy elmondtam, hogy ez nem egy nagy nyalóka, hanem azt hiszem ebben 10 pici nyalóka van, vagy 15. Szóval ez egy átverés. És ha gyerek lennék, és vennének nekem ilyet, és nem egy nagy nyalóka lenne benne, hanem 15 kicsi, akkor tudja, hogy hiszti rohamot kapnék. Itt Olaszországban van egy tea, aminek konkrétan menzás tea íze van. Az ez a tea, és ebből már ittam citromosat, és el voltam ájulva. És mentalájmosat is, az is isteni volt, mert az alap tea íze az ugyanaz, csak az ízesítése más. És most még van lehetőségem kipróbálni a barackosat is, szóval ez zseniális. Úgyhogy most veszek egy ilyen teát, mert unatkozom. Sok gülű szemű állat. Úrs, ez mennyire édes! Jó. Ez mennyire cuki? Ez milyen állat? Ez egy maci? Hát most remélem, hogy ezt nem veszem meg, de ez nagyon cuki, meg ebből csak egy van. Ja, nem több van. A reptéren minden ezerszer jobban néz ki, úgyhogy igen, de nem eszek semmit, mert vékony vagyok, viszont. Visszatértem. Dóri kíváncsi, hogy a reptér hólomra? A te, amivel szentimentális kötődésem alakult ki. És pont a barackosat még nem kóstoltam meg, és itt csak az volt. Úgy következő travel influencer life hack, hogyha a nagy táskádat egy ilyen nylon szatyorba be tudod csomagolni, akkor az igazából csak egy táska lesz. Ja, és amúgy most priority-t kellett vennem, mert nem mertem megkockáztatni ezzel a két hatalmas hátizsákkal, hogy nagyon sok pénzt kell fizetnem pluszba, hogyha a nem priority-n próbálnék felszállni két táskával. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mat, like, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life. Szóval megérkeztünk Rékához időközben, és eszembe jutott, hogy lehet, hogy nem vlogolok ma, mert amúgy egészen fáradt vagyok érthető okokból, viszont a Réka azt mondta, hogy van a közelben egy macskás park, ami nagyon meghozta a kedvem a vlogoláshoz, mert nagyon akarok macskákat mutogatni, úgyhogy igen, és most még fogunk menni bráncsolni is előtte. Én egy kávére egyébként nagyon vágyom. Fincsi van. Jó, úgyhogy igen, most indulunk reggelizni. Na, eljöttünk egy ilyen bráncsozóba, és hát ilyen nagyon new wave hely, és én ezt már tök régóta ki akarom próbálni, ez inkább ilyen amerikai, nem? Juhar szirup, bacon, amerikai palacsinta és egy tojás, és ez egy ilyen marakujás limonádé. Réka, neked ilyen halumi, ez halumi sajt, ez még a... De ebben nincs is hús, meg semmi. Nem. Azta. És Dóri, a tiéd, ez... Ez ilyen rikottás, lazacos, hát szerintem budjantott tojás lehet ez. Aha. Vagy szinkronizált tojás. Nagyon-nagyon. Szinkronizált.
Synchronized egg. Nem emlékszem, hogy mondják pontosan, hogy valami ilyesmi. De nem. Na jó. Akkor jó étvágyat! Jó étvágyat! Na, végül ez lett a mai look. Végül igen, annyi volt az átalakítás az eredeti kezdetihez képest, hogy az új cipőmet vettem fel. És ez a csili szokni van rajtam. És szerintem, amit ezek közül így nem vennék fel otthon, az valószínűleg a napszemüveg lenne. De amúgy nagyon tetszik, csak lehet, hogy ezt így nem venném mondjuk ezzel. Itt van. Ez a macskás park, és jelenleg itt van egy macska. Nem túl barátságosak, nagyon szeretnének így elfutni. Szóval, ha közelebb szeretnék mondjuk menni, akkor már így. Azt így nem hagyja szerintem. Mondjuk nem tudja, hogy nem fogok oda menni. Szép vagy! Viszlát! Ami tulajdonképpen egy ilyen vaníliakrémes kis kehely, nem? Ilyen vaníliás, tojásos inkább amúgy. Bahéja. Bahéja? Oké. Ilyen vaníliapuding szerint, ilyen meleg vaníliapuding, nem kocsát. Ne haragudj! Andrés, te kérsz? Igen, de nagyon finom. Have no shame, there's no time. Feel the pain, let the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss, that's fact. Taking big swings, bitch, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mat. Like, ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Egy picit rossz hír, ami már előre tudtam, hogy kicsit meggondolatlan, hogy felveszem az új cipőmet, hogy itt, ezen a ponton mind a két cipőm eléggé töri a lábam, de kibírom szerintem, meg direkt van nálam erre sebb tapaszt, úgyhogy sem baj. Mit csinálsz, Andris? Jó, nem amúgy. Életútinterjú. Éppen beragasztom a lábam, ugyanis hát be kell valljam, hogy töri a cipőm. De egyáltalán nem vészesen, szóval sokkal vészesebb, mert is törte már cipőn. Tengerparton! De kicsit vicces, ugye nekem? Nekem is ott szokta a Converse törni amúgy a kis lábujjamnál. Nekem még nem is volt Converse cipőn. A kezed elvéke, ahogy a Dóri mondta, hogy vagy az meg kell nyerni, hogy egy cipőt tudok magammal hozni ugye a szettekhez. És van nálam jelenleg öt cipő. Úrhoz, hogy fértél be? Nagyon-nagyon nehezen. Úristen! De egy nagy hátizsákkal voltál, meg egy kicsi bőrönd, ugye? Egy nagy, egy közepes hátizsák, meg egy ilyen potyász. Jaaaha! Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own.
scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Na, bekérezkedtünk is élni, mert mind a hármunknak nagyon kellett, és nagyon vicces volt, mert konkrétan a két legkülönbözőbb reakciót kaptuk a pisilésre, és azt mondjam, ez a kettő opció van. Az első helyre, ahol bementünk, a nő így konkrétan ilyen idegből rá kopogott az ajtóra, ahol ki volt írva, hogy only for customers, és aztán bejöttünk egy helyre, ahol meg egy csávó ilyen extra kedvesen mondta, hogy persze használhatjuk a WC-t, szóval szerintem ez az ilyen kirándulások legnagyobb átka, hogy nem tudhatod, hogy mikor tudsz pisilni. Most már indokolatlanul sokat beszélek arról, hogy pisilnem kell vlogokban. Szerintem az előző kettőben is beszéltem arról, hogy pisilnem kell, igen. Úgyhogy ez most egy ilyen, nem tudom, ilyen éra az életemben. Hogy érezted magad pisilés közben? Nagyon jó volt, meg ilyenkor ilyen szép melengető, hogy beengednek, igen. Már egészen beesteledett, és most megyünk egy ilyen marketba, ahol többféle étterem lesz, és mindenki tud azt tenni, amit szeretne. Réka az otthoni vásárcsarnokhoz hasonlította ezt a helyet, úgyhogy... Hát az, nem? A főső része, nem? Ott azok vannak, nem? Vásárcsarnok, melyik hajának. Hát ilyen piac... Igen. Szóval mindenki azt teszik majd vacsira, amit szeretne. Ti miben gondolkodtok? Én nem tudom, hogy tengeri herkentyű. Aha. Vagy valami basic, amit tuti szeretek. Te ennél tengeri herkentyűt? Hát lehet. De nem azt mondtad, hogy te sem szereted? Hát a polipot meg a rákot szeretem. Aha. Dóri, te miben gondolkodsz? Én is valamilyen portugál, tipikus, és az valószínűleg ilyen tengeri herkentyű. Én meg valami csirke, szerintem. Turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life. I'm a human being. Cover them with... Nagyon nagy a hangulat és nagyon nagy a hangzavar. Rengetegen vannak, és ráadásul most valami táncos este is van. De megpróbálom elmondani, hogy mit kértem. Ennek az volt a neve, hogy szaláda portugéze, szóval gondolom valami portugáliai saláta. Most valami hideget szerettem volna enni, és kértem még egy ilyen szendvicset és egy teát. És azt beszéltük, hogy még fogunk desszertezni, de azt majd később kérjük. Na így vannak a helyek, hogy itt vannak itt körbe. És mindenhol más típusú ételeket lehet kérni. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life to what you want. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life to what you want. Na, jó reggelt, itt vagyunk egy újabb reggelen. És... Nice.
óriási beköszönés. Nagyon sokat gondolkodtam, a nagyon rossz így. Ezt most mit csinálja? Nagyon sír volt. Dőlj előre, kapaszkodj bele abba, és tudd így ilyen lazán dőlni. Én azt csináltam. Pervez. Ez miért lenne pervez? Kapaszkodj bele abba, és csak lazán dőlj. Oké, daddy. Inkább lett érdelek. Szóval, megmutatom, hogy mit fogok felvenni most. Ma nagyon lila outfitben leszek. Van egy ilyen kis levendula színű pólóm, ez még teljesen új a H&M-ből, ez még sosem volt rajtam. És van hozzá egy ugyanolyan színű ilyen rövid nadrágom, és ez sem volt rajtam. Erre fogok felvenni egy ilyen izét, amiben lehet, hogy melegem lesz, de majd, hogyha melegem lesz, akkor leveszem. És van hozzá egy ilyen batikolt táskám ez a szethez, illetve van egy batikolt zoknim, ami szintén lila. Felveszem hozzá ezt a zöld napszövegem, mert ugye van zöld a kis pulcsiban. Ezt a nyakláncot gondoltam hozzá, mert ez van lila, van rajta lila és zöld kis medál is. Illetve cipőnek... Ja, igen. Cipőnek pedig ezt fogom felvenni, hogy kiegészítsem a zöldet. Ez az egyik olyan outfit, amit a legjobban vártam. Úgyhogy remélem, hogy jól fog kinézni. Találkozunk napközben, és akkor meg is mutatom, hogy hogy néz ki egyben. Nézzétek, a Dóri eljött egy idegen országba, és szelfizik az ágyban. Most tényleg látszódom? Igen. Tehát, hogy... A Dórival nem érdemes annyira utazni, nem a látnivalók miatt. Egész nap nyomkodja a telefonját. Na jó, ez nem igaz. Na jó, ez... Most azt fogják hinni, hogy ez tényleg igaz. Rátok bízom, hogy kinek hisztek. Úristen! Sziasztok! Ez azért idegesítő, mert így is van az influencereknek egy ilyen image, hogy egész nap nyomkodják a telefonjukat. És én szerintem... És én annyira nem szeretek ilyen stigmákat beigazolni, de hát... Van amikor erre szükség van. Nem, nyugodtan küldeni egy selfie. Csak bebizonyítom, az igazam. Selfie time! És ez azért biztos, mert nem is szoktam amúgy selfizni, csak most egy random képet akartam küldeni valakinek, nem is azt, hogy én selfizem. Hát de akkor most menjünk rögtön a túliba, mert az útban van. Vagy az közelebb van ide, mint a... Az kicsit elegyőződött. A túli mellett? Aha. De... Jó, oda megyünk. Persze, fizik azzal. Ezt az egészet felvettem. Igen. Igen. De te attól félsz, hogy összefutsz egy magyarral, és mit gondol az outfitodról? Igen. Úristen. Gyűlöllek. Jézusom. Nem, egy csoda vagy ma is. De ezeket még nem hiszed el, hogyha ilyeneket mondanak neked. Azért, mert ilyen ironikusan mondod. Egy... Ilyen ironikus hanglejt. Nem, egy csoda vagy. Egy csoda... De csak ilyen footage. De ez nem, ez csak így, ez ilyen vágókép. Jó, de még mennyi ideig? Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive or just breathing? Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do.
hogy ma teljes lilába vagyok, a lehető legjobb helyre jöttünk el. Réka mutatott egy olyan kávézót, ahol minden lila. Szóval abban is, a kávézóban magában is vannak lila részletek, és az asztalok meg minden lila. Szóval ez most nagyon tetszik, ilyen extra őrültnek nézek ki, ilyen lila outfitben, a lila kávézóban, de nagyon-nagyon tetszik nekem. Nagyon finom a szójával. Ú, igen, és volt jeges kávéjuk szójatejjel, szóval borzasztóan örülök. Szóval a lila kávézóban egyáltalán nem csalódtunk. Minden lila! Van egy rossz hírem, Dóri. Igen. Hogy te ide nem ülhetsz le. Mert? Mert ez egy lila kávézó, nem rózsaszín. Végül ez lett a mai loot. Én nagyon elégedett vagyok vele, nekem nagyon-nagyon tetszik. Én elég lila, meg vicces, hogy pont most voltunk a lila kávézónál, és én is lilába voltam, szóval úgy néztem, hogy egy megszállott. De egyébként tök jó, én nagyon jól érzem benne magam. Nektek hogy tetszik? Nagyon jó. Igen? Igen, amúgy nekem szerintem... ez tetszik így a legjobban eddig. Tényleg? Igen. Wow. Akkor mind a kettőnek ma tetszünk a legjobban. Uh-huh. Ja, mert jó ez a szín, meg úgy jó, hogy rajta van egy mellény, szóval így... Meg én nagyon szeretem ezt a lilát ezzel a zölddel kombinálni. Uh-huh. Nekem ilyen volt a szobám régen, lila és zöld. Tényleg? Igen. Szuper, jó ízlés. Feljöttünk egy kilátóhoz, és tök érdekes, mert pont látjuk innen a tegnapi helyünket, ahol tegnap voltunk egy kilátóban, és van egy vásár is, amit én így megszállottan imádok, minden vásárt, úgyhogy ezt fogjuk végignézni. Mindjárt megmutatom, hogy hol voltunk tegnap, mert pont szemben állunk azzal. Ott, ahol azok a fák vannak, ott ittam tegnap a kávémat, és annál a kilátónál nézelődtünk, és most pont azzal szemben vagyunk. A kis kirakodó vásár pedig itt található, és mindenki mondjon el három imát, hogy férjek be a bőröndömbe azután is, miután ezt végignéztük, és nem vettem meg 1 millió dolgot. Köszönöm szépen az imákat. Igen, ott a... Itt az előbb vettem egy pólót, majd otthon megmutatom, csak annyira nagy volt a lendület, hogy elfelejtettem közben videózni, de itt van már a kezemben. Úgyhogy igen. És ezek ilyen vintage darabok. Ilyenkor külföldön egyébként mindig az átváltás az ilyen nagyon nagy izé, hogy ugye a forintra átváltod az eurót, és úgy megnézed, hogy mennyibe került ez a póló. Nem hangzik olyan jól, viszont ilyenkor egy vásárfia minden városból valamiért jó, mert az tök jó, hogyha felveszem ezt a pólót bármikor otthon, akkor elmondhatom, hogy ez Lisszabonból van. Szóval ezért döntöttem végül is így, hogy megvettem. Otthon megmutatom. De közben rájöttem, hogy ott elfelejtettem megmutatni a pólót, de most megmutatom, ez az a póló. És nekem nagyon tetszik. Nagyon tetszik ez a narancssárga pink kombináció, meg minden, amúgy nem mostam ki, és elég büdös, szóval elég ilyen használt ruhaszaga van, de nekem nagyon tetszik. Ilyen kis nyári, meg az nagyon tetszik, hogy a nyaka ilyen fönt van. Kicsit folytogató hatás. Itt vagyunk egy ilyen gyárépületben, és mindjárt megkérem Dórit, hogy mondja el, hogy pontosan hol vagyunk. Most leültünk egyet enni, mert már mind a ketten elég éhesek voltunk, és találtunk pont egy olyan helyet, hogy én valami csirkét szerettem mondani, a Dóri meg valami avokádósat, és itt minden volt. Csirkés és avokádós cucc is, úgyhogy... Másoknak is nagyon tetszik ez a hely. Ja, igen, konkrétan nulla ember ül, se kint, se bent, de egyébként szerintem nekem pont most jönnek. De nekem szerintem az a tippem, hogy ez a rész nem annyira forgalmas, mint ott bent, ahol voltunk. Na igen, úgyhogy most már kikértük a kajánkat, és akkor megkérhetlek, hogy elmondod, hogy köszi. Igen.
ez egy gyárkomplexum, az a neve, hogy Elix Factory, és elhagyatott gyárépületekből csináltak egy ilyen óriási központot, ahol rengeteg étterem van, beülős hely, boltok, de mindenféle ilyen designer, vintage shopok, meg ilyen edényeket, tehát meg konkrétan mindent lehet itt kapni, még fodrászüzlet is van, meg tetkós is, meg ilyenek. És ez egy kicsit a város szélén van, tehát itt van ez a gigantikus híd, ami már ilyen, nem tudom, az egész nagyon hangulatos. És én egyelőre egy homemade iced tea-t kértem, a Dori pedig egy szangriát, ami isteni, mert megkóstoltam, és tényleg nagyon-nagyon finom. De meg is érkezett az ételünk. Én egy ilyen csirkehúsos szendvicset kértem, mert ez a régi úgy eszkény, mint egy hamburger. Mellé kis sült krumplit, és most kaptam szószokat, a Dori pedig guacamole-t. I wanna visit, are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH gun. Dori kirölgött, mert erre azt mondom, hogy lehet, hogy liba. De valami fura kacsa. Majd úgyis meg fogják írni, de ez 1000%, hogy nem liba. I don't need a guide, follow the lights, take me where I wanna visit, are you alive? I'll just breathe in. I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always. Van egy játékom számomra. Meg kell tippened, hogy mikor épült ez a belémi torony. 1760. Ez a végső? Igen. 1515. Oké, okay. És van egy fun fact róla? Ne, ennyit tudtam a Wikipedia-ról megjegyezni egyszerre. Nice. De az néz a fehér. Én is azt óriási vállalkozásra adtuk a fejünket. Be fogunk menni a mínusz 1000 fokos óceánba. Nem, de tényleg amúgy jéghideg. Ezt nem tudjuk amúgy. Hogy jéghidege? Igen. Hát megnéztük, hogy hány fokos, és az alapján nem tűnik túl melegnek. 15,3. De azért itt szörfözgetnek. Azért igen, nagyon. Hát ez konkrétan ilyen jéghideg tényleg. De ez most alá kell merülni. Tényleg? Nem fejjel, hanem egy gyaki. Gyaki, gyaki. Most te megfutamodtál? Gyere vissza! Jó. Oh!
Oké, nincs fel. Úristen, amúgy óriási hullámok. Mondom, hogy nem áll meg mindjárt a szívem, de... Úristen! Teljes ilyen... De én nagyon jeges.